Sziasztok, Simon Tamás vagyok, a Mánia Fitness központi stúdiójából. Mai vendégeim, Est Németh Eszter, bajnokok edzője, üdvözöllek. Szia Tomi, sziasztok. És kedves bajnok versenyzője, Benyó Zsuzsanna, üdvözöllek. Szia Tomi, sziasztok. Eszter, szeretném tőled megkérdezni azt, hogy ha már ugye kedves versenyződdel vagy itt, hogy az utóbbi egy-másfél évben ez a pandémia alatt ugye minden kétséges volt, ugye korlátozások tömkelege, tavaszi versenyszezon ugye tavaly tavaszi és az őszi versenyszezon ugye elmaradt. Ezt te, mint felkészítő versenyző, hogy is tudtad kezelni a klienseiddel? Azaz versenyző felkészítő. Igen. Igen, versenyző felkészítő. Versenyző felkészítő, de ezt most már azért fogalmazzuk úgy inkább, hogy nem vagyok már csak versenyző felkészítő, tehát nem ez a fő profilom. Én az utca emberével, az átlag emberekkel foglalkozom főképpen, és hogyha találok egy gyöngyszemet, vagy talál engem egy gyöngyszem, és megkér arra, hogy fölkészítsem, akkor ez megtörténik. És ez meg is történt Zsuzsi személyében, aki rám talált, ő talált meg engem, és mi eredetileg a tavalyi őszi versenyszezonra készültünk volna. Azonban még mielőtt beütött a krak, hogy nem lesznek versenyek, Zsuzsinak az életében is egy olyan fordulat történt, olyan fordulat volt, ami miatt felfüggesztettük ezt a dolgot, és elhatároztuk, hogy következő év tavaszán fogunk versenyezni. Az én fejembe meg se fordult az, hogy nem lesz verseny. Igazából akkor csak időt nyertetek a pandémiának. És időt nyertünk ezzel, igen. Mivel hogy ugye Zsuzsinak nem volt olyan háttere, sportmúltja, hogy azért egy pár hónap, jó, felkészítek én pár hónap alatt is embereket, de azért az izomérettség, az izomzat fejlődése szempontjából nekünk ez nagyon jó volt, ez a kis csúsztatás, hogy azért felkészültebben tudjunk kiállni a színpadra. Zsuzsi, már ugye kapásból arról beszélgetünk, hogy te mint versenyző dolgoztál együtt akkor Eszterrel, de kicsit tekerjük vissza az időfogaskerekét, és kérlek, mesélj arról, hogy egyáltalán te honnan indultál? Tehát hogy is volt az a pár évvel ezelőtti kezdet? Igen, hát azért egy jó nagy többlettel indultam. 18 éves koromban 100 kiló fölött mutatott a mérleg, eléggé elhízott voltam fiatalon. Utána egy betegség következményeképpen ugye 10 kilót leadtam, utána elköltöztem ugye otthonról, elkezdtem a főiskolát, és azóta igazából 18 éves koromtól kezdve folyamatosan jelen van az életemben a sport, az egészséges táplálkozás, vagyis hát az egészséges táplálkozás, úgy fogalmaznék, hogy mióta ezt itt ismerem, azóta van jelen az életemben, mert korábban inkább elég szélsőséges diétákat próbáltam, amikkel ugyan fogytam, de most érzem azt, hogy egy rendszer van az életemben a táplálkozásban is. Ezt itt pedig egy picivel több, mint egy éve ismertem meg, ahogy Budapestre költöztem. Tehát akkor igazából elkezdted egy életmódot váltani, ott különböző praktikákat követtél, de most csiszolódott igazán ki, mióta egy szakemberrel is együtt dolgozol, igaz? Tehát itt jött igazán a finálé. Ez pontosan így van igazából. Sportban is mindennevő voltam, kipróbáltam a boxot, kipróbáltam pilateszt, kipróbáltam mindenféle. Jártam egyébként korábban edzőterembe is személyedzővel, de a profizmust azt most érzem. Pontosan onnan is kezdődött a közös munkátok? Ez a 2020 év elején, és akkor az őszi szezon volt a cél? Nem, pontosan hát egy éve, 2020 május végén, június elején sétáltam be a Flexbe, ahol egy nagyon kedves hölgy ajánlotta nekem ezt itt. Eszter, hogy emlékszel az első találkozás a Zsuzsival, amikor így felmértétek a helyzetek, a célokat? Egyből versenyzés volt a cél? Különben vagy ő is életmódváltás miatt jött, mint sok más vendéget? Emlékszem pontosan, csak arra emlékszem, hogy akkor nekem kellett csinálni egy riportot önmagammal, mert a pandémia miatt nem tudott bejönni az akkori fókustáb, és nem volt, aki megcsinálja velem a riportot, meg voltak a kérdések. Ő jelentkezett, odajött hozzám a teremben, hogy akkor szeretne hozzám járni, és én mondtam neki, hogy jó, de akkor előtte várjál már egy picit, léci, és vegyük már föl ezeket a kérdéseket, mert én nem tudok így magamnak is válaszolni, belenézni a telefonba, meg csináljunk vágóképeket, és így elkezdtünk ott együttműködni. Értem. És ez volt az első találkozásunk. Mondjuk a nagyon kedves, hogy az erős, egy komoly testépítő versenyzőm ajánlott a Zsuzsinak, mint később kiderült.
És milyen... Kedves. Velem mindig kedves volt. Hát velem nagyon kedves. És amikor így megismertétek egymást, akkor te már mondtad Eszternek, hogy szeretnél versenyezni, vagy ez csak úgy során alakult ki bennetek? Nem mondtam még akkor Eszternek igazából. Ahogy elkezdtük a közös munkát, valahogy szerintem így egyszerre jött az, hogy miért ne próbálnám ezt ki. Egy elég nagy változás miatt költöztem fel ugye Budapestre, és úgy gondolom, hogy a korábbi életemnek a lezárása és egy új élet kezdetét is szimbolizálja ez a verseny nekem. Eszter, milyen edzésmódszerrel terelgetted Zsuzsit a felkészülés során? Elkezdem látni, hogy hoppá, ez jó ez a genetika. Persze elsőre is lehet látni, hogy milyen a genetika, mert azt ugye látod, hogy milyen a csontozata, milyenek az izomtapadása és a többi, de azért akkor is akkor bukkan föl az, hogy alkalmas-e a versenyzésre, mikor már benne vagyunk a jó kajálásba és a jó edzésbe. És akkor Zsuzsinál is ez történt egyébként, hogy egyszer csak így észrevettem, hogy azt már régebben is észrevettem, hogy baromi szép. Tehát én a szépet meglátom, és szeretem a színpadon látni a szépet. És ugye az ő kategóriája, amiben indult, nagyon-nagyon sokat számít, hogy milyen a kisugárzása, a szépsége, hogy tényleg szép legyen. És az, hogy különlegesen legyen szép. Mert hogyha megnézzük Zsuzsit, az oroszos, ez a szlávos típus, és azt tudtam, hogy az menő lesz. Főleg az NPC-nél nagyon fogják szeretni a bírók, és láttam, hogy nagyon szépen alakul, nagyon, és hogy milyen az is nagyon fontos, hogy milyen a mentalitása. Tehát, hogy hogyan jár edzésre, mennyire pontosan jön el az edzésre, milyen az edzésen, milyen az edzés munkája, miből áll az edzése, hogy szeretné inkább beszélgetni, vagy tényleg látod rajta, hogy céltudatosan megy a maga útján. Még nem is volt ugye ez kérdés, hogy versenyezzen, és ő már akkor úgy edzett, mint egy jó tanuló, jó sportoló. Tudod, ez a tipikus. Hát a fegyelmezettség, igen. És ugye a fegyelmezettség az nálam az első számú kérdés. Utána jön minden. És az viszont a Zsuzsiban maximálisan megvolt, bár egy kicsit önfejű, mert egy elég határozott teremtés, és azért sokszor azt hitte, hogy neki kell gondolkodnia, és ezt nagyon nehezen tudtuk így összesimítani a kettőnknek az akaratát, hogy itt most őneki nem kell gondolkodnia, csak nekem. Mindig jót akart a gondolataival, de ez az egy konfliktusos helyzetünk volt. Na és akkor én vetettem föl szerintem, ha jól emlékszem, hogy mondjam, elég jól nézel ki. Hát mi lenne, hogyha... Sosem voltam ennyire bátor, hogy egy ilyet én, mondjuk ez tuti az én ötletem volt, hogy akkor nézzük már meg, mit szólsz hozzá, hogy versenyezzünk. És akkor ráálltunk erre a témára, csak hogy akkor közbe jött a Zsuzsinak ez a dolog, hogy ő nem tudott oda koncentrálni 100%-osan, és volt benne annyi kurázsi, hogy ő ezt belátta, hogy anélkül, hogy maximálisan 150%-kal erre ráfeküdne erre a témára, meg ugye én is ezt csugaltam neki, hogy nem is lehet máshogy, most ne induljunk el. Abszolút nem sértődtem meg, sőt, megmondom őszintén, egy kő esett le a szívemről, megkönnyebbültem, hogy egyszerűbb lesz az életem egyébként. Mert ugye már te se a versenyzőkre vagy kiélezve, nem, ez, hanem az életmódot nem, váltó személyek edzésére, maximálisan, igaz? Igen, és őket is maximálisan menedzselem a mindennapjaimban, plusz ugye ez a pandémia, amiről szó volt, behozta az online edzéseket. Így most ebben a koromban nem gondoltam volna, ugye tudjuk, hogy már 50 felett vagyok jóval, el kell kezdenem újból olyan órákat tartani, ahol aktívan mozgok én is, már pedig nem úgy, hogy testépítek, hanem majd, hogy nem ilyen aerobik jellegűen steppadon fölleugrálok, ilyen mozgásos, magas pulzusszámos, kisúlyzós, de sokat csinálós, gumiköteles órát tartok, egy 70 percet minden nap majdnem, és a pandémia alatt, amikor zárva volt a terem napi 3-at, tehát igazándiból én már azért nagyon elfáradok nap végére. És akkor még, mivel én nagyon komolyan veszem a versenyző felkészítést, nagyon lelkismeretesen, még benne élni egy olyanban, hogy van valaki, akivel a nap 24 órájába kell foglalkozni. Zsuzsi, pont erről szerettek volna kérdezni, hogy az nem kérdés, hogy szakmailag a jó edzést ugye Esztertől megkaptad. Igen. Milyen volt melletted, mint mentor, pszichésen, milyen támas segítség volt számodra? Ezt célirányosan kérdezem, mert azért eséltél már erről ugye egyéb találkozónkor. Hát nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam. Talán, hogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, ugye 9. éve vállalkozó vagyok, ugye a munkámat tekintve, és ez olyan, amikor az embernek ugye vállalkozása van, hogy
mondjuk befejezed a munkát este 7-kor, 8-kor, de otthon még mindig ezzel foglalkozol. Esztivel pont ugyanilyen volt az együttműködésünk, hogy mi este 10-kor, 11-kor még vonalban voltunk, még nézte, hogy mit főzök magamnak, hogy másnapra hogy készülök össze. Igazából így összefonodott az életünk, hogyha lehet ezt mondani. Nem úgy nézett ki, hogy most a terembe találkoztunk minden nap arra a X órára, hanem reggel is már kérdezte, hogy hogy aludtam, akkor napközben beszéltünk többször, hogy a táplálkozásom rendben van-e, néztük a súlyomat folyamatosan, akkor az este folyamán is ugye mindig ellenőrizte, hogy tényleg kellő mennyiségű-e a pihenésem például. Nagyon-nagyon összetett volt ez a pár hónap együtt, de szerintem ezt csak így tudtuk végigcsinálni. Folyamatosan kellett azért engem is figyelnie, mert munka miatt, meg magánéleti dolgok miatt azért én néha szét tudok egy kicsit így, vagy többfelé tudok szakadni, de nagyon-nagyon hát erős volt az a löket, amit ő adott, és így nem volt kérdés, hogy indulok a versenyen, és hát szerintem azért tudtunk ilyen eredményt is kihozni, mert tényleg annyira ott voltunk mind a ketten fejben is. Igazából ott dőlt el az egész történet szerintem. Nagyon jó hallani ezt, hogy vannak még olyan igazi edzők, akik nem csak abban az egy órába fókuszálnak a felkészített versenyzőre, amikor ott vagy a terembe, hanem ugye kapta egy komplett szakmai menedzsmentet és segítséget és motiválást. Hallottam, hogy azért jól jött az is, erről te büszkékedtél igazából, hogy néha igenis odapirított kemény kézzel, és bevallottad önmagadnak is, hogy erre szükséged volt. Tehát amikor még kicsit elterelődtél, ami érthető egy ilyen sikeres vállalkozásnál, mint amit te is vezetsz, és ugye, hogy milyen jól jött ez neked, amikor azt mondtad, hogy igen, és Eszter karaktere kellett ahhoz, hogy azért sinem maradj. Hát mindenképpen csak az ő karakterével tudok szerintem, vagy tudtam így eredményt elérni, mert őszinte leszek még most, hogy vége lett a versenynek, nagyjából eltelt picivel több, mint egy hónap. Így is megkértem ezt itt arra, hogy figyelje rám, nyugodtan mondja oda az arcomba, hogyha híztam, hogyha látja rajtam, hogy híztam 1 kilót, 2 kilót, 3 kilót, legyen annyira szívtelen, és mondja azt, hogy Zsuzsi, rosszul nézel ki, mert nekem tényleg csak így működik az edzés, az életmódváltás, minden, hogy valakitől az arcomba kapjam a negatív kritikát is. Eszter, keménykező edzőnek tartod magad különben? Tehát, hogy ha megkérnek rá, igen. Régen nem kellett megkérni rá, tehát akkor kérés nélkül mindenkivel keménykező voltam. Valószínűleg akkor olyan vendégek jártak hozzám, akik ezt igényelték. Én nagyon sokat változtam, ugye az ember így évről évre puhul, finomodik, legalábbis szerencsés esetben, és most már csak azzal vagyok keménykező, aki megkér, de aki megkér, azzal véresen keménykező. A többiekkel meg nagyon engedékeny is, kis cuki vagyok, esküszöm. Akkor igazából érzed, hogy mi kell a vendégnek, nem? Most már ott tartunk végre, hogy nem abból indulok ki, hogy mindenki egyforma, mindenki más. És ehhez kellett ez a jó pár év, hogy idáig eljussak, és ne úgy kezeljek mindenkit, hogy kategorikusan, amit én gondolok, azt, és ahogy én csinálnám, úgy kell neki is csinálni. Nem, én nagyon szépen idomulok már az emberekhez, viszont amikor egy versenyző a kezem alá kerül, akkor ott megőrülök, gyakorlatilag átváltozom. Tehát ez olyan, mint egy ilyen kafkai átváltozás, vagy én nem tudom, szóval valami több személyiségű lennék. Lehet, hogy az vagyok amúgy, de igaz, hogy egész más vagyok. Tehát akkor így bekapcsol egy gomb, és hogyha csak egy sószemmel többet eszik valaki, vagy tehát ilyen szintű hibákat követett, sok sírás volt. Tehát azért, és most visszahallom a régi versenyzőimtől is, hogy sokszor mentek haza sírva, viszont akik sírva mentek haza tőlem, azok mind versenyt nyertek. Tehát én így utólag sajnálom, hogy ilyen szinten bántani kellett őket, de sajnos nem mindenki születik bajnoknak. De ez is egy eszköz egy edző oldaláról, nem? Tehát érzed, hogy mire van szüksége? Meg kell fogni azt a gyeplőt. És hogyha ha ő nem érzi azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ő bajnok legyen, nem magamat akartam bajnokká tenni abban a helyzetben, hanem az adott versenyzőt, akkor muszáj úgy cselekednem, hogy esetleg sírás lesz a vége. Abszolút érthető, és ezt az idő is mutatja meg az eredmények. Beszéljünk a versenyről. Hogy éltétek meg a verseny napját? Hogy zajlott, lányok? Ugye életed első színpadra lépése, első versenye, és ugye ezt egy edző is ilyenkor úgy éli meg, hogy úristen, most megy föl a versenyző, akivel ugye hónapokat ilyen szinten élt együtt.
Lányom, meséljetek arról a napról, hogy zajlott. Szerintem, akkor kezdjük megint csak úgy, hogy Eszter, kélek, mesélj erről, és én szeretném, Zsuzsi, téged megkérdezni, hogy hogy élted meg. Húha, ez egy olyan verseny volt, amilyen még az életemben nem történt, egy versenyzőben sem. Én úgy szeretem látni, ugye Zsuzsi három kategóriába ment fel. Én úgy szeretem látni a versenyzőt, hogy szemből nézem, hogy lássam, hogy milyen esélyei lesznek a többiekkel szemben, hogy hogy mozog, mit csinál, mit mutat meg rosszul, mit mutat meg jól, tehát hogy képbe legyek. És az első kategóriánál ugye rengeteg versenyző volt fönt, és a Zsuzsinak amúgy sincs túl sok önbizalma. És ő elveszett a tömegben. Ez az első kategória. Ez a legeslegelső. Csak ugye az egy open kategória volt, és ott tele volt fiatalabb kislánya, a Zsuzsi azért már 30 fölötti, üzletasszony, tehát nem ez a mentalitás igazándiból. Értem, nehéz volt az, hogy őt elnyomták. Életében nem volt a színpadon. Ő nem mert úgy mozogni. Pedig megvan hozzá a képessége, meg tudott is úgy mozogni, de hát ugye ez a színpadi szereplés, ezt tanulni kell. Ahhoz kell egy gyakorlat. Ez nem volt meg. Lejött a színpadról, és akkor azt mondta, hogy ő ez neki nem. És máskor régebben, ha egy ilyen történt volna egy versenyzőmmel, akkor azt mondom, hogy na jó, akkor itt a vége, hello, és ott hagyom. Vagy nem hagyom, ott csak valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bepöccenek. És most úgy voltam, hogy oké, rendben, semmi baj, örülök neki, hogy fönn voltál. Nekem csak az a fontos, hogy a többi kategóriában jól érezd magad. Tök mindegy, hányadik leszel, csak érezd jól magad, légy szíves a színpadon, mert ezért küzdöttünk, hogy tudom, oké, nem indulsz soha többet versenyen, de ne úgy gyere el a színpadról, erről a versenyről, hogy egy rossz élménnyel. És akkor fölment a második kategóriába, ott már azt hiszem, egy fokkal jobb volt a helyzet, ugye? Egyébként ott benne is volt a top 6-ba, és nekem viszont nem volt szabad szembe. Azt mondta, hogy ő egyedül érzi magát a színpadon. Jó, nem volt nagy nézőközönség, de akikkel együtt voltunk, ők álltak ilyen halára váltan. Azt mondja, úgy állnak itt a többiek, mint a temetésem ellenére. Szóljál már nekik, mert először is kimentem, mondtam, hogy mindenki ordítson, engem nem érdekel. Én ezt hallottam is pont ott a színfalam mögött. Nem érdekel, ki mit csinál, ordítsatok, mert én nem tudok itt állni, mert a Zsuzsi egyedül érzi magát a színpadon, oda kell, én fölmásztam a színpadra gyakorlatilag, ott oldalt álltam, nem láttam belőle semmit. Így voltak ugye vonalba, a Zsuzsi volt a legvégén. De onnan átordítottam a tömegen, mindent csináltam, fogalmam nem volt a Zsuzsinál, fogalmam, hogy hogy nézett ki, hogy mit csinált, csak adtam neki az energiát. Valahogy így ez egy ilyen improvizálás volt egyébként. Ha erre van szüksége, akkor arra gondoltam, legyen ez, nem érdekel, hogy néz ki, csak érezze jól magát, ha kell, akkor föl is megyek a színpadra, és elbohockodom ott, vagy akármi, csak jól érezze magát. És amikor jött az eredményhirdetés, először már az ötödik hely, a hetediken nem csodálkoztam, mert azt láttam ugye szemből. Az ötödik helyen már egy tudod, ott törültem, tapsoltam, gondoltam, jön a megint valami, hátul lesz valami, nem úgy hátul, de azért igen, nem lesz a top 6-ba. Puff, top 5. Ó, akkor már most elkezdtem így borzongani. Ó, mondom, az már nem olyan rossz. És amikor kimondták, hogy első lett, hát azt nem hittem el. Mert semmit nem láttam, hogy kikkel indult. Csak ott lent, ahogy mentek föl a csajok. Hát ugye nem azt számít, hanem azt, hogy mit mutatsz meg, meg hogy mutatod meg. Úgyhogy ilyen örömet, meg ilyen vakon, ahogy voltam ebben a versenyben, szóval ez egy meglepetés parti volt nekem. És akkor el is sírtam magam. Hát azt elhiszem. És láttam az őszinte örömet az egész csapatnál, meg közöttetek is. Pedig. Hát most sem tudom, hogy ez mitől van ez a sírdogálás, mert mindjárt megint elsírom magam. Tehát én nem voltam régen ilyen sírdogálós, tehát ilyen szentimentális. Hát öregszünk. Meg ez egy akkora élmény volt, így, hogy meglepetés parti volt, hát így meg ez egy őrület, nem? Igen, abszolút. Anyám, egy ötödik hely, és utána jó, hát oké, ötödik, az de jó, már akkor nagyon örültem. De, hogy első, hát ez brutál volt, nem? Hát az mind a kettőnknek nagyon meg ez meglepetés a műsor, amit volt. Ott elmondtam neki, és próbáltuk ugye ezt a pózolást, mert láttam az első felmenetelnél, hogy mit csinált nagyon rosszul, és azért nehéz ez a póz. Tehát ez egy kicsavart pózna, ez többet kellett volna ezt gyakorolni, de még mindig sokkal jobbak szerintem az NPC-s pózok, mint bármelyik másik szövetségnél a modellpózok, mert azt kell megmutatni, amit egy modellnek kell megmutatni. Szóval nem kell feszegni. Szóval jók a pózok, csak szerintem abban még nagyon sokat kellene fejlődni a Zsuzsinak, de hát ugye nem akarja folytatni, ezt is elfogadtam, régen ilyeneket se tudtam elfogadni. Aztán, hogyha az élet úgy hozza,
akkor újból fog indulni. Én arra számítottam, hogy ki tudunk menni Miami-ba az Yvonne Dederich versenyzőmmel, egy NPC bikini verseny, a bikini kategóriában indul, ő ki is fog menni, mert ő félig amerikai állampolgár, most őt készítem erre az egészre, és abban bíztam, mivel a Zsuzsival mentünk volna, mint kísérők, csak ugye nem engednek ki minket, hogy ott megjön a kedve a Zsuzsinak, meg én biztos voltam benne, hogy ott meg fog jönni, és akar megint indulni, nem lenne rossz, de hát ez az ő döntése. Zsuzsi, akkor most szeretném, hogy te hogy élted meg a verseny napját, életed első versenye. Na, milyen volt így a hosszú felkészülés után ott részt venni ezen? Hát a felkészülés nagyon-nagyon élveztem. Az a 13 hét, az szerintem életem egyik legjobb időszaka volt, még akkor is, hogyha tényleg heti, ahogy számoltuk, körülbelül 20 óra edzésre, hát 19-20 óra az úgy megvolt. Ez a kardiók, szóval a súlyzós edzés. Minden, szóval egy kőkemény 13 hét volt, de nagyon-nagyon élveztem. A verseny az olyan volt, hogy igazából nem tudtam, hogy mire számítsak, vagy nem is akartam semmire se nagyon számítani. Úgy voltam, hogy akkor legyen egy úgymond egy végjáték a felkészülésem után. Nagyon gyorsan pörögtek az események, a smink, a barnítás. A barnításnál volt egy ilyen fura érzésem, hogy hát ez egy kicsit olyan furcsa, olyan hogy mi ez, nem? Idegen nekem, hogy beállok egy sátorba, és minden oldalról ugye kapom ezt a barnítót, és hogy így, úristen, itt vagyok, közel 32 évesen, és hogy én ott pucéran állok, egy kicsit már az ilyen fura volt nekem, de azon tovább léptem, utána ugye még egy kicsit így ment a beszélgetés, meg kicsit feszült voltam, de hát... Nem kicsit. Igen, olyan idegen volt egy bikinibe. Igen, egy kicsit hisztis. Nagyon. Hát azért mennyi új impulzus ért téged, nem? Tehát igen, ugye egy új világba csöppentél. Igen, a felkészülés alatt egyszer nem voltam szerintem ilyen elviselhetetlen, mint abban az 10 percben körülbelül. És mert ugye az egész olyan feszélyezetnek éreztem, hogy egy bikinibe mászkálok ott idegen emberek között, és hogy olyan, mit csinálok én. És ugye az első kategóriában, amikor fel kellett lépnem a színpadra, nekem kellett ugye legelsőnek fellépni, és utána jött még 17 lány, és végig azt néztem, hogy még 17-en ugye bevonulnak, körbe mennek, én ott állok hátul pózba, akkor kiderült, hogy amit csinálok pózt, nem is ez kell most éppen ebben a pillanatban, mert ezzel kapcsolatban is azért voltak ilyen félreértések, mert annyiféle póztechnika van, hogy picit össze voltam már akkor zavarodva, hogy ugye előtte szerintem 10 percet derült ki, hogy az egyik szembe póz az tök más, mint amit mi tanultunk. És ott így improvizálni is kellett, közben végig tartani magam, amíg a 17 lány bevonul, és ugye alapvetően 80%... Nem, bocsánat, hogy beleszólok, nem. Felkészültek voltunk ezzel a szembepózzal. Azzal nem voltunk tisztában, hogy ennyire ki kell tolni oldalra a csípőt. Igen. Tehát ez nem igaz, hogy ott derült ki, mert ezt gyakoroltuk, csak nem így gyakoroltuk, hogy ennyire ki kell tolni a csípőt. Tehát azért nekem is új volt ez a kategória most ilyen szempontból. Persze. És ugye volt egy séma, volt egy lány, akit megkaptam videón, hogy kell ezeket a pózokat megcsinálni. Nem teljesen úgy csinált azon a videón, és a színpadon sokkal extrémebből kell ezt a pózt csinálni. Plusz az, hogy nem volt oldalpóz, ugye mi gyakoroltuk az oldalpózt is ebből az egészből, hanem hogy rögtön ez volt az új. Igen, hogy az csak átkötés. Csak hogy szemből kérték és háttal. Míg gondoltuk, hogy majd kérni fogják oldalról is, de megoldotta ezt is a Zsuzsi, szóval ezzel nem volt probléma. Bocsánat, folytasd. Ja, köszönöm, hogy pontosított az Igen, mert ez úgy jött le, mint a fogalmam, nem lett volna, hogy mit tanítok. Nem, hát mi tanultuk, 13 hétig kőkeményen tanultuk a pózolást is. Szóval amikor fölléptem a színpadra elsőként, akkor így megvoltam így körülbelül ijedve, hogy most oké, végig megyek, utána hátraállok, de hogy volt egy olyan érzésem, hogy 80-90%-ban mindenki fiatalabb nálam, meg olyan alacsonyabbak is, hogy ugye ez egy ilyen open kategória Igen. volt, amit ezt is mondott, és olyan, az egész olyan fura volt, hogy mit keresek itt? És hogy nem tudom, megvoltam egy kicsit illetődve. De ez természetes azért kezdőként, első színpadra lépés. Alkalom.
Igen. De már sokkal másabb volt, nem, mikor mondjuk az első kör után rá 4 órára, 10 percre már mentél a másik kategóriába? Nem, az első kör után nem jöttem le, hanem fönnmaradtam, és maradtam a második kategóriába, de akkor már... Igen, ez így nézett ki. Ez és kiesett, igen, és akkor utána... Akkor már egy kicsit jobban éreztem magam, mondom, jó, akkor már egyszer végigvonultam, nagyjából akkor... Nagyjából gyakorlatban. Akkor most másodszorra már kicsit, úgymond, tökösebb leszek. Igen. Végigvonultam, ugye abban lettem 5. És utána, amikor lejöttem, utána ezt volt... nem tudtuk, hogy igen, jött. Azt igen, nem tudtuk, de akkor már egy kicsit én kezdtem jobban érezni magam. És amikor ugye lejöttem, utána volt végülis, mert én egy kategóriában volt elsőnek, vagy az volt az első gondolatunk, hogy egy kategóriában, a magasság szerinti kategóriában indulok el. És ugye ez következett harmadszorra ez a kategória. És ugye a második és a harmadik között volt egy ilyen 10 perc szünet, vagy 15, mert addig mások is ugye vonultak. És amikor lejöttem, akkor ugye Esztivel volt egy olyan beszélgetésem, meg olyan erőt adott, meg olyan lendületet, meg nem is tudom, hogy fogalmazok. Úgy éreztem magam, mint hogyha egy sportoló, vagy egy box meccsen a ringnek a szélébe kiül oda, és kapja az utasításokat. Meg a leghatásosabb 3-4 mondatot, ami volt. Össze kellett magam szedni, igen. Nagyon, tehát ott nagyon oda kellett magam tenni, hogy most felspanoljam, mert ez a régi tűz sincs ilyen szinten bennem, mint amikor az én hangomat hallották az összes versenyen, meg ordítottam, meg minden, most már azért, hogy minden finomult nálam is, de itt így megint át kellett kapcsolni a régi énbe, és akkor... lökni kellett egy olyan energiát, hogy na jó, van most már, akkor menjél föl, csináld meg, érezd jól magad, aztán hazamegyünk. Hello. Igen, és igen. És felszabadított. Kiráz a hideg most is, hogy tényleg ez is. Volt, hogy így valami olyan... Mert előtte, hogy babusgattam, hogy jó van, semmi baj, nem ment ez úgy, ez a pózolás, ne izguljál, gyere, próbáld így, ott elkezdtük, hát ott voltál, azt igen, láttad. Igen, láttam. És akkor láttam, hogy ez hatástalan ez a stílus, igen. Hogy ide megint az kell, hogy oda rakni, igen, azt az nagyon-nagyon kemény énemet. És akkor váltottam át, és akkor mi babusgatom itt, megmondtam neki, hogy jó, már most már ebből elég van, volt, menjél föl, csináld meg, és aztán ennyi az egész, érezd jól magad, és baromira nem számít semmi más. És olyan. Engem baromira nem érdekel, nem így mondtam, kicsit csúnyán, vagy kurvára nem érdekel, az, hogy hányadik leszel, tényleg nem érdekelt. Eldobtam az egómat teljesen a Zsuzsinál. Tehát ez is egy újdonság számomra, hogy a saját egómat kellett ahhoz eldobnom, hogy őt sikerre vigyem. Uh-huh. Ilyen felismerések azért, nem? Ezt én még most is tanultam ezzel. Tehát úgy látszik, hogy tényleg holtáig tanul az ember. Hát ez egy szép csapatmunka volt, nagyon jól végighallgatni, és nekem több szempontból is, mert ugye végignézhettem ezt az egészet ott a színfalak mögött, és nekem is visszajött az a régi igazi verseny, varázs és tűz, amiben én is felnőttem, és ezt a réket is ugye néztem, ahogy versenyeztek, meg ahogy ők késztettek embereket, és én is ott versenyeztem abban az időszakban legtöbbet. Úgyhogy ezt egy picit megint visszacsempészted, Eszter, úgyhogy ez nagyon jó volt megélni, és sikerre is vittétek. Nagyon örülök. Zsuzsival ugye eredményt is hoztatok, gratulálok nektek, és ebből az élettapasztalatból adódóan szeretném titeket megkérni, hogy most egy-két különlegesebb Panatta gépet próbáljatok ki, és mutassátok be nézőinknek, és véleményezzétek. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok! Sziasztok! Szia, Tomi! Sziasztok! Watching you.